Az Újvidéki Parking Service és a ProCredit Bank együttműködésével Újvidéken az első elektromos töltőállomást a Lázár-Cár sugárúton állították fel. Az elektromos töltőállomások az autóipar jövőjét jelképezik. Igaz, hogy ez még lehetetlennek tűnik, de Újvidéken a közeljövőben várhatóan sok elektromos gépjármű lesz. A székváros jelentős úti cél a külföldiek számára, akik már használják az ilyen autókat és töltőállomásokat. Az elektromos töltő kapacitása 22 kWh. Ennek az autónak igen borsos ára van, ám kevesebb, mint egy óra alatt teljesen feltöltődik, és ekkor rendes körülmények között nagyjából 160 km-t tesz meg. Jelenleg összesen 6 elektromos töltővel rendelkezünk, egy van Belgrádban, amely napenergiával töltődik. Az elektromos gépjárművek a technológia csodái, ugyanis elektromos motorral működnek. Környezetkímélők és takarékosak. Amíg az üzemanyaggal működő autók körülbelül 6 eurót fogyasztanak 100 kilométeren, az elektromos jármű ugyanekkor a távon 1 euróba kerül. Az illetékesek szerint a jövő évben egyre több elektromos autó lesz a hazai utakon is. Az ilyen járművek tulajdonosai a ProCredit Bank kártyájával mától ingyenesen tölthetik gépkocsijukat.